A Suzuki Sport Európa következő versenye, az IRC versenysorozat idei 6. futama a Barum Rally lesz 2008. augusztus 22. és 24-e között. A legendás verseny idén már 38. alkalommal kerül megrendezésre, és olyan nagy népszerűségnek örvend nem csak hazájában, hogy a 3 nap során a pályák szélére kilátogató nézők száma általában eléri a 200 ezret. Idén 127 páros nevezett a futamra, akik közül 11 FIA B prioritással is rendelkezik. A népes magyar mezőnyben ismét ott találjuk majd a Bútó Róbert Tóth Imre kettőst a Suzuki S1600-as versenyautóval. Ez egy másik autó, mint amivel a páros Belgiumban állt rajthoz, de teljesen felújított állapotban kapják meg Robiék a cseh versenyre. Nagyon várom már, mert ugye egy kisebb kalanddal fejeztük be az első IRC-s megmérettetésünket, és ezt szeretném kiküszöbölni és szeretném elfelejteni. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy a Barum közelebb fog állni hozzánk. A miskolci pályákhoz hasonlítanak a legjobban véleményem szerint. Tavaly nézőként voltam kint, és nagyon szimpatikus volt, nagyon tetszett. Szerintem könnyebben fogunk tudni alkalmazkodni, és megpróbálunk tényleg pontosan és gyorsan menni. Tóth Imre is készül már a versenyre. Robival a Belgiumból hazafelé vezető úton sok mindent átbeszéltek, ami hasznos lehet a következő futamokra. Robi a cseh versenyen már szeretne mindent beleadni. Az első verseny mindenképpen egy hosszú szünet után egy tanulóverseny volt, egy visszarázódás, most pedig tényleg versenyeznünk kell. Úgyhogy nagyon készülünk, és a sikerre fogunk törekedni. A csapat a jövő héten kedden indul útnak, szerdán és csütörtökön lehet tréningezni, majd csütörtökön délután kerül sor az átvételre. 22-én pénteken lesz a shakedown, és ezen a napon már el is kezdődik a verseny egy esti gyorsaságival. Kategóriában egy olyan 8-9 autó fog indulni. Azt gondolom, hogy a legnagyobb ellenfél talán a Béres Józsi, aki helyi versenyző, és nagyon sikeres versenyző ráadásul. Ugyanilyen autóval megy, mint amilyenk, csak egy másik csapattól bérli. Úgyhogy vele szeretnénk csatázni, vagy ha nem is csatázni, de nagyon közel lenni hozzá, és megpróbálni pontosan, precízen menni, és esetlegesen, ha ő hibázik, akkor talán elé is kerülni. Azt hiszem, hogy ez mindenképpen egy nagy mérce számunkra, és egy jó mérce. Úgyhogy bízom benne, hogy mind a kettő csapat számára jól fog a verseny sikerülni, és egy igazi éles küzdelemben tud eldőlni, hogy melyikünk tud előrébb végezni.